Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Paksi Kistérségi Televízió sportmagazinját, vagyis a Lelátót látják. Szomorú hírrel kell kezdenünk. Elhunyt Morgan Frigyes, az Atomerőmű Sportegyesület örökös bajnoka, válogatott kosárlabdázó életének 61. évében. Az egykoron a Csepel színeiben bajnoki címet nyerő center kiemelkedőt alkotott Pakson, ki ne emlékezne a legendás Morgan Horgokra, és stabil első osztályú csapattá tette az Atomerőmű esélyt. Az ASE örökös bajnoka díjat 2008-ban Morgan Frigyes kapta, aki a tőle megszokott szerénységgel nyilatkozott érzéseiről a kitüntetéssel kapcsolatban. A következő interjú részlettel Morgan Frigyesre emlékezünk. Hát vezes, főleg a Tony után ezt megkapni, mert azért a Tony egy nagy, óriási név, egy világbajnokság, meg szóval óriási sportkarrier. Főleg kosárlabda, hát nem is tudom. Nagyon nagy öröm és nagyon nagy megtiszteltetés, és kicsit kétségbe is vonagom, hogy igazán jár-e nekem ez, mert különösebben én nem nyertem semmit itt az ASE-val, csak lejátszottam egy 7-8 évet, ami a dolgom volt. 89-78-ra kikapott az Atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapata a sereghajtó MAFC együttesétől. A piroskékek már az első negyedben tetemes hátrányba kerültek, amit a lefújásig nem sikerült ledolgozni. Az ASE 12-11-es mérleggel a tabella 7. helyén áll. Az utolsó 14. MAFC otthonában Budapesten a Gabányúti sportcsarnokban lépett pályára az Atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapata, amely a játéknap előtt a 7. volt. A bookmakerek vendéggyőzelmet jósoltak, de a hozzáértők féltették a paksiakat a fővárosi kirándulástól. Fodor Márton triplája vezette fel a meccset, amit Hot toldott meg egy kettessel, erre talán tudott duplával válaszolni. A folytatásban egyre jobban belerendült a MAFC, támadásban szinte alig tudta hibázni, nem úgy az ASE, amely pocsék dobó formát mutatott, és a védekezés sem volt elég szigorú. Ennek köszönhetően 32-11-re nyerte a nyitó etapot Garai Péter egylete. A leforrázott atomosok a második periódusban már éledeztek támadásban, és a hazaiak is többet rontottak, de a távolság nem csökkent a felek közt, sőt. Az első fél időben a Gyukics, McRae, Hot trió szinte tartatatlan volt, így neki köszönhetően 53-31 volt az állás 20 perc után. A térfélcserét követően Ellingsfeld, Gwyn, Barnes és Talant vezérletével megkezdte a felzárkózást a Paks. Az ASE főleg támadásban nyújtott maradandót, ebben a szakaszban lefelezte hátrányát. A látottak alapján a vendégsiker sem tűnt lehetetlennek. 70-58-ról kezdődött a záró negyed. Medve Máté triplája, majd duplája, valamint Eivinsfeld kettese után már csak 7 egység volt a differencia. Újabb paksi kosarak helyett azonban Lakos a büntetői és Hot duplái következtek, ismét 2 számjegyű lett a különbség, erre Csizmics edző időkérése jött. A pauza nem hatott, az ASE többet már nem tudott 10-en belülre kerülni, a vendéglátó remekül menedzselte az órát a lefújásig, és minden paksi kosár válaszolni tudott. A piroskékek a végére beletörődtek a vereségbe, az egyetemisták megérdemelten diadalmaskodtak. A végeredmény MAFC Atomerőmű ESE 89-78. A piroskékek 12-11-es mérleggel a tabella 7. helyén állnak. Az életünkért küzdünk már mérkőzésről mérkőzésre, szerintem jó, egyre jobb arcunkat mutattuk már a Szolnok ellen, illetve a Kecskemét ellen. Kritikus pillanatokban jó döntéseket hoztunk, amivel meg tudtuk tartani azt a biztos előnyt, amivel meccsbe tudtunk maradni. Azt gondolom, mindenki maximálisan érti a helyzetünket, hozzátesz. A Dukicsal egy olyan plusz jött be, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat segít rajtunk, és nagyon jól emeljük mi is, de azt gondolom, hogy minden olyan játékos, aki pályára lépett, látszott rajtuk, hogy 1000%-kal égnek, értik, hogy miért vagyunk itt, és mindent megtettek a győzelemért. A MAFC az egész mérkőzésen jobban fókuszált, jobban dobott és passzolt. Ez a fő oka annak, hogy az első negyedben kialakult egy komolyabb különbség, és utána csak futottunk az eredmény után. Gratulálok a MAFC-nak! Az Atomerőmű ESE a következő fordulóban a Körmendet fogadja. A mérkőzést március 21-én szerdán 18 órakor rendezik, melyet a Paksi Televízióban másnap 17:30-tól felvételről láthatnak. 0-0-ás döntetlent játszott a Paksi FC labdarúgó csapata az OTP Bank Ligában, hazai pályán az Újpest FC ellen. A zöld-fehérek 23 fordulót követően 32 ponttal a tabella 5. helyén állnak.
A Magyar Kupa párharc után az OTP Bankligában is megmérkőzött egymással a Paksi FC és az Újpest FC labdarúgó csapata 19 napon belül immár harmadszor. A kupában a budapestiek kettős győzelemmel jutottak túl a zöldfehéreken, így Csertő Aurél egylete a revans jegyében léphetett pályára a kiválóan előkészített fehérvári úti stadion gyepén. A szakadó hóesésben a 14. percben a látogató veszélyeztetett, Simon Krisztián lövése a kapufán csattant. A 32. minútumban ismét a lila fehérek előtt adódott lehetőség, Simon Krisztián érkezett pontosan egy beadásra, de nem sikerült a labdát a Paksi kapuba juttatnia. 0-0-val vonultak a felek az öltözőbe. A fordulás után Novotny megpattanó lövése a kapufáról vágódott szögletre, agilisan folytatta tehát a találkozót Nevosja Vignyevics alakulata. Ezután éledezett a hazai támadójáték is, de a zöldfehérek sem tudták bevenni Pajovics kapuját. A legnagyobb lehetőség a 78. percben adódott a hazaiak előtt, de Barta László közeli lövése elakadt. Így ezen a találkozón nem született gól, bár az időjárási körülmények sem voltak túl ideálisak. A végeredmény Paksi FC, Újpest FC 0-0, Csertői Aurél csapata 23 forduló után 32 ponttal az 5. a tabellán. Az Újpest jó csapat, nehéz ellenük futballozni, nem is nagyon tudtunk kibontakozni, illetve az ellenfél is pontrugásokkal tudott veszélyeztetni. Azt gondolom, hogy ez egy X-es mérkőzés volt, nem volt bennünk az, hogy gólt vagy gólokat rúgjunk. Mindkét együttes megérdemelte ma az egy pontot. Két nagyon jól szervezett együttes játszott, akik a védekezésre helyezték a hangsúlyt. A pálya állapota miatt a játékosok nem mertek kockáztatni, ezért igen kevés gólhelyzet alakult ki. Azt gondolom, hogy reális eredmény született. A Paksi FC a következő fordulóban Mezőkövesdre utazik. A mérkőzést március 31-én szombaton 17 órakor rendezik. És maradjunk továbbra is a labdarúgás nevű sportágnál. Köszöntöm a stúdióban Ostermayer Gábort, a Paksi FC 2 labdarúgó csapatának vezetőedzőjét, és azt gondoltam, hogy milyen sok mindenről fogunk itt beszélgetni, hogy lejátszott már 3 mérkőzést, ugye itt a 17-18-as szezon második felében a csapat, és az időjárás közbeszólt, egy mérkőzést játszott a csapat a Szegedtől, hazai pályán 2-1-re kikaptatok, viszont elmaradt a Dabas, illetve a Budapest Honvéd 2 elleni mérkőzés. Hát köszöntelek a stúdióban, hát hogyan éled, hogyan élitek meg ezeket a hát idézőjelben szürke hétköznapokat? Hát először is én is köszöntöm a tévénézőket. Hát így ebben a formában nagyon hosszúra sikeredett így a felkészülés. Ugye január 10-e óta folyamatos edzésben vagyunk. Minden játékos, illetve edzővezető várta volna a tavaszi folytatást. A felkészülés folyamán ideális körülmények voltak ahhoz képest, hogy téli időszak volt. És amikor elkezdődött volna a bajnokság, akkor valóban beköszöntött egy rossz idő. Nyilván a pályák használhatatlaná váltak. Az MLS egy kicsit úgy gondolom, hogy nem volt rugalmas eléggé, hiszen megengedhette volna több csapat számára is, hogy esetleg az első két fordulót műfőn játsszuk, hiszen ifjúsági csapataink, tehát a 16-tól a 19-ig már a negyedik fordulót játsszák. Nyilván azért, mert a műfőt könnyebb takarítani. Tavaly erre lehetőség volt az, hogy az első két mérkőzést műfőn játsszuk, erre az idén nem adtak lehetőséget. Így a hétvégi Honvéd elleni meccsünk is elmaradt, illetve a kezdésnél a Dabas elleni mérkőzésünk. Mind a kettő idegenbeli volt, nyilván a hazai mérkőzést azt ugye profi csapat, a Paksi FC nyilván a pályát letakarították, és tudtuk fogadni a Szegedet. A Szeged az egy bajnok aspiráns csapat, és 2-1-be egy vereséget szenvedtünk itthon. Tulajdonképpen ami reálisnak mondható, hiszen a rutin még hiányzott belőlünk. Sok változás történt a csapatnál. Az a helyzet, nagyon szűk lett a keret, több játékost, fiatal játékost a fejlődés érdekében tovább adott a klub, kölcsön adott MB2-es csapatoknak, hogy ott tovább tudjon fejlődni. Mi a fiatalokhoz nyúltunk, illetve a Paksi erőhöz, vagy születésű játékosokhoz. Én megmondom őszintén, hogy kicsit mindig elfogult vagyok a paksiakkal. Úgyhogy azoknak szeretnénk lehetőséget adni,
még egy dolog van, ami még nehezíti a körülményeket, hogy ezek az ifjúsági játékosok, akit szeretnék csatlakoztatni, az a helyzet, hogy most érettségiznek. Úgyhogy el kell fogadnom azt a dolgot is, hogy a tanulás az fontos, igenis fontos. Úgyhogy nem mindig tudok rájuk számítani. Úgyhogy az én keretem egy 8-9 fős tagból áll, ami állandó, magnak számít, illetve felnőtt csapatból jönnek játékosok, és így valahogy kiegészül ez a csapat. Többször mondtam, hogy ez nagyon nehéz pedagógiailag kezelni ezt a helyzetet, úgyhogy eredmény is legyen, de egyelőre az eredményekre nem panaszkodhatunk. Én szerintem nagyon nehéz tavasz elé fogunk nézni, hiszen az első csapat az idejön is, hát valószínűleg győzelemre fog játszani, mivel bajnoki címén játszanak. Így volt ez a Szeged ellen is, vagy éppen a hétvégi Pécs meccs is, tehát a PMC ellen játszunk hazai pályán a következő vasárnap, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Igazság szerint az ősz folyamán megszereztük azt a pontszámot, amire én számítottam, úgyhogy nyugodtan tudnak egyelőre játszani a srácok, mert ugye a fiatal játékosnál fontos az, hogy ne nyomás alatt játszon. Úgyhogy kellene 2-3 győzelem a biztos bemaradáshoz, mert nyilván az a cél, hogy ezt a tagságot megtartsuk, illetve a legfontosabb cél az, hogy olyan játékosokat tudjunk felfedezni, akiket esetleg az NB1-es kerethez tudnak venni. Ebbe az évben is van ennek hozadéka, hiszen a Simon Márk, aki tulajdonképpen 3 éve velem dolgozott, ő kapott lehetőséget az NB1-es csapatnál kupameccseken, illetve most bajnoki mérkőzéseken, ahol nem szerepelt rosszul, úgyhogy ez örvendetes számunkra. Nyilván ő is támadó, így még kevesebb támadó csere lehetőségeim vannak. Illetve hozzátartozik még egy paksi játékos, a Hányanó, aki tavaly ugye nem hozzám tartozik, de azért 5-ször volt, és 5-ször nagyon-nagyon lendített a mi csapatunkon. Hát itt az utolsó hazai meccset elnézve, hát valószínű, hogy sokáig kezdő lesz, hogyha tartja a formáját. Már az NB1-ben. Így van. Beszéltél itt a támadók hiányáról, illetve arról, hogy nagyon sok támadó elment gyakorlatilag. Itt ugye Simon Márkot említetted, de ugye Adam Csek is távozott, Daru is elment, akkor Jelena is gyakorlatilag hozzád is tartozott, gyakorlatilag az NB1-es csapathoz is, de hozzád is, de ők nincsenek is a klubnál, tehát nincs is az a lehetőséget, hogy esetleg nálad játszanak. Nincsen, mert hát átigazoltak, de ide tartozik még a Fejős Áron is, aki Szegedre igazolt. Tehát papíron már 4 az, hogy nincs, aki lehetőséget kapott nálam is. Ketten meg úgy gondolom, hogy inkább másfél, mert mondom, hogy Janó az inkább a felnőtt csapathoz tartozik. Inkább a Márk, aki hála Isten, hát mindenkinek az örömére ott tudott most játszani meccseket. Nem zárom ki, hogy ő, ha fölépülnek ott a sérült játékosok, mert hát a Paksnak azért ugye a Haraszti Zsolt vagy a Szakály Dénes sérült volt. Nyilván azért nyílt lehetőség az, hogy ő játszon. Előfordulhat, hogy találkozok én még vele, de most egyelőre sem a Szeged ellen, sem a Pécs ellen nem biztos, hogy számíthatok rá. Itt beszéltél arról, hogy még azért kellene győzelmek a biztos bennmaradáshoz, azt azért mondjuk el a nézőknek, hogy a Paksi FC 2 17 fordulót játszott le gyakorlatilag, ugye 2 elmaradt mérkőzés is van, és így is a 7. pozícióban található a 16 csapatos bajnokságban, és 26 pont van jelen pillanatban a nevetek mellett, 8 győzelem, 2 döntetlen, 7 vereség, plusz 3-as gólkülönbség. Ugye azt is tudni kell, hogy a 13. helyig lehet gyakorlatilag lemenni. A 13. helyezetnek 16 pontja van jelen pillanatban, tehát 10 ponttal előzitek meg a Makót, ami egy nyugodtságot adhat, de azért itt említett, hogy azért nehéz lesz itt ez a tavasz, hiszen azért ki lehet esni ebből az osztályból a megyei első osztályba, és nagyon sok olyan NB1-es csapat van, amelyiknek a második számú társasága már nem NB3-ban van, hanem már a megye 1-ben.
Ez így van. Volt egy kis stratégia ebben az egész dologban, hogy így szerepeltünk, jobban szerepeltünk. Én mindig azt mondtam, hogy az őszt azt arra nagyon oda kell figyelni, össze kell szedni a pontokat, hogy nehogy úgy járjunk például, mint a Budapesti Honvéd, ami jelenleg 12. Így van, és 17 ponttal. Kiesés a szelem meglenyinthet, mert a Honvéd összeállítását, múltkor összeállítását nézve, hát három komoly visszajátszó volt. Tehát itt a Barátbotontól a Pöröskei, meg egy külföldi játékos szerepelt NB3-ba, tehát inkább úgy gondolom az őszt kell megnyomni, és akkor esetleg játékosok kölcsön, ami így is volt, lehet, hogy most egy kicsit túlszámoltuk magunkat, szüken vagyunk nagyon. Ezért mondom, hogy nagyon nehéz lesz. És mondom a fiatalokban meg az a helyzet, hogy óriási a különbség a felnőtt foci és az ifjúsági foci között. Nem mindegy, hogy egy U19-es fiatal játékos mellett viszed el a labdát, vagy egy öreg rutinos óka mellett, aki úgy áll be esetleg a cselnek, hogy észre vezed, és már nem is téged a labda. Úgyhogy nehéz, de remélem, hogy a lehetőséggel élni fognak. Visszatérünk rá nyáron, hogy sikerült ez a dolog, hogyha tudnak a játékosok fejlődni, akkor viszont fél év forba vagyunk, mert ugye nyáron is indul egy újabb bajnokság, akkor látjuk azt, hogy fél évet fejlődtek a gyerekek, és játszottak már komolyabb bajnokságban, úgyhogy én ezt várom. Ugye a Dabas elleni mérkőzéseteket úgy volt, hogy március 21-én, tehát holnap szerdán pótoljátok, de aztán az is elmaradt ugye itt a rossz időjárás miatt, és azt április 4-ére tolták, a Honvéd elleni mérkőzést, a Honvéd 2 elleni mérkőzés pedig április 18-ára, ez mind a kettő mérkőzés szerdai napokra esik. Mennyire jelent ez problémát esetleg az, hogy nem hétvégén van a mérkőzés, hanem hétköznap kell utazni, hogy összességében nincs itt ebből semmi probléma. Tehát ez nem jelentett gondot? Hát jót semmiféleképpen sem, hiszen mindkét vasárnap játszunk közte, tehát a regenerációnak az ideje a vasárnapi mérkőzéshez, tehát rá két napra az kevés. Illetve hát vannak nálam játékosok, akik iskolába járnak, vagy éppen technikusok, azokat az iskolából kikérni nem szívesen kérem ki őket, megmondom őszintén, mert fontosnak tartom a tanulást is. Úgyhogy mindenféleképpen gondot okoz ez a dolog. De azért akkorát nem okoz, hogy ne lehessen nyerni esetleg szerdán bárhol is. És Dabosra is, és Honvéd 2 otthonába is győzelmi reményekkel mentek? Tehát itt ezeken a meccseken lehet pontokat gyűjtögetni? A Dabos ellen nem is biztos, hogy győzelem, de egy döntetlen már akár jó is lehet szerintem, de aztán nyilván megcáfolod, hogy megerősíted. Honvéd 2 ellen ott azért ott lehet keresni való mindenképpen. A Honvéd 2-nél is az a helyzet, hogy ahogy az előbb említettem, ők most fogják magukat összeszedni, mert ugye kiesés fele vannak, hát ők se szeretnék elveszteni ezt a tagságot, úgyhogy igyekezni fognak, úgyhogy nem az a Honvéd lesz, aki itt volt tavasszal vagy ősszel nálunk. Úgyhogy az is egy nagyon nehéz meccs lesz. Én úgy szoktam mondani, hogy a kettőből egyet megnyersz, az három pont. Jobbak, mint a döntetlenek, mert a döntetlenek csak egy pontot kapsz. Tehát ha esetleg a Honvédnál nyerni, akkor azt le is szakítanád, akkor viszont ugye nagyon távol kerülsz a hátsó régiótól. És ki lesz a bajnok? Tiszakécske, Pécs, Dunaújváros, Iváncsa, Szeol, szép sor és jó csapatok. Hát tehetős csapatok, ugye Tiszakécske most volt Pécsen, ő egy-egyet játszott, a Pécs nem tudott otthon nyerni. Hát a Pécs jó csapatnak tartom, talán jobb stílusban játszanak, mint a Tiszakécske. De a Tiszakécske előnyben van, főleg így, hogy nem tudott a Pécs otthon megverni őket. Úgyhogy egyelőre mi leszünk a mérleg nyelve, mert mindkét csapat hozzánk jön. Azért nem egyszerű nálunk nyerni. Úgyhogy akit pontot lesz, az nagy lépés hátrányba kerül. És ugye pontot lehet szerezni ellenük, viszont akkor a Paksi FC 2 pedig nagy előnybe kerül a kiesési elkerülésére. Igen. Hát visszatérve még a Dunaújvárosra, az nagyon rosszul kezdte az évet, hiszen X-et a mögöttünk álló Szentrőincsel meg otthon kikapott az Iváncsától. Gyakorlatilag
hát nehéz lesz nekik odaérni az első helyre. Beszéljünk egy kicsit a mi csapatunkról. Itt említetted, hogy a Pécs érkezik majd vasárnap, azt a mérkőzést ugye március 25-én vasárnap 16 órakor rendezik a Fehérvári stadionban, vagy a hátsó pályán, a hármas számú edzőpályán? Hát nyilván a felettes vezetőim ezt el fogják dönteni, technikai kérdés. A legnagyobb kérdés az, hogy ugye a Pécs rendelkezik komoly szurkolói háttérrel, tehát 50-100 néző el szokta őket kísérni a mérkőzésekre. Nyilván hátsó edzőpályán ezt a vendégszurkolókat nehéz elkülöníteni, mint a stadionunkban, úgyhogy ennek csak technikai kérdése van. Én azt gondolom, hogy a hármas pályánk is kitűnő állapotban van, illetve a főpályánk az is remek állapotban van, úgyhogy tulajdonképpen nem a pálya minőségén fog múlani itt a mérkőzésnek az eredménye. Tehát akkor akár itt, akár ott, pont vagy pontok? Hát tavaly megvertük a Pécset 1-0-ra, nagyon rosszul esett nekik. Márton Gábor szinte kicsit ideges volt a mérkőzés igen, után. Ő mindig ideges, tehát most is megnéztem a nyilatkozatát, tehát Cicakécskelem. Ő szerintük mindig kellene nyerni nekik, 10 góllal vagy 5-3-mal, de hát ez nem mindig így van azért. Úgyhogy szépen megszólítottuk őket egy nagyon fiatal csapattal, sőt nem, tehát 1-0-ra nyertünk, úgyhogy annak köszönhetően is sem biztos, tehát nem nyerték meg a bajnokságot, úgyhogy vagy egy kicsit hátráltattuk őket, most is meg szeretnénk nehezíteni a dolgokat. Legyen így, kívánom, hogy gyűjtögessétek a pontokat bőszen, és természetesen találkozunk még a szezonban, minden hazai mérkőzéseteken természetesen, hogy ott vagyunk, interjúkat készítünk, beszámolunk a gólokról, úgyhogy folyamatosan tudhatják majd a nézők is, hogy hogyan szerepeltek. Téged is természetesen várunk majd vissza a stúdióba, ha nem a bajnokság közepén, akkor a bajnokság végén mindenképpen egy értékelésre. És még egyszer köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Ennyi volt mára a mai sportmagazinunk. Lelátóval jövő héten Dallos Tibor várja majd önöket a legfrissebb sporthírekkel, de addig is nézzék a Paksi Kistérségi Televízió műsorait. Viszontlátásra!